az MNT tájékoztatási bizottsága és a kisebbségi frakcióhoz tartozó pártok is elfogadhatatlannak tartják a kisebbségi nyelven is tájékoztató helyi önkormányzati médiumok kivétel nélküli magánosítását. Ma kezdődött az iratkozás a középiskolákban, de a végleges ranglistákat is csak ma tette közzé az Oktatási Minisztérium. Kishegyesen már a parcellák 80%-áról learadták a búzát. Ezen a héten tartják a vajdasági magyar amatőr és diák színjátszók negyedik táborát Zentán. Köszöntöm nézőinket! A Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási bizottsága záradékot fogadott el a szerbiai médiastratégia tervezet kapcsán. A szakmai testület elfogadhatatlannak tartja a kisebbségi nyelven is tájékoztató helyi önkormányzati médiumok kivétel nélküli magánosítását, valamint azt, hogy az MNT nem lehetne sem alapítója, sem társalapítója azoknak. Az EU számos országában működő köztulajdonú médiumok jó példáját tartja követendőnek. Tényként megállapítja, hogy a magyar nyelven is működő tájékoztatási eszközök a magánosítás után megszűntek. Az áradékot az MNT elnöke eljuttatja az illetékes kulturális, tájékoztatási és információs társadalom minisztériumhoz. A szerbiai médiastratégia tervezete elfogadhatatlan a kisebbségi frakcióhoz tartozó pártok számára is, jelentették be mai sajtótájékoztatójukon a köztársasági parlamentben. Holnapig várják a többi párt képviselőit, hogy csatlakozzanak tiltakozásukhoz. A szerbiai médiastratégia tervezete értelmében a közszolgálati, azaz a szerbiai és a vajdasági rádió és televízión kívül mindegyik médiumot privatizálni kellene, beleértve a nemzeti közösségek nyelvén sugárzó médiaházakat is. A parlament kisebbségi frakciója nem támogatja ezt. Mi azt szeretnénk, hogyha az önkormányzatok és a nemzeti tanácsok lehetnének médiumok alapítói, ahogy ezt az alkotmány, a nemzeti tanácsokról szóló törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény is lehetővé teszi. A frakcióvezető hozzátette, várják, hogy más frakció képviselői is aláírják a tiltakozásukat, amelyet átnyújtanak a kormányfőnek, a miniszternek és a munkacsoportnak. Várjuk azt, hogy a kisebbségi frakcióhoz tartozó 7 képviselőn kívül valamely más képviselő aláírásával támogatja még a kezdeményezésünket. Elsősorban a más pártokban ülő kisebbségi, így magyar képviselőkre is számítunk. A dokumentum az európai integrációval való visszaélés, ugyanis nem létező EU-s normákra hivatkozik, amikor azt állítja, a közszolgálati médiumokon kívül mindegyik médiaházat magánosítani kell, nyilatkozta Pásztor Bálint. Az EU a tagországaira bízza, hogy hogyan oldja meg ezt a kérdést. Magyarországon például több száz önkormányzati adó működik. Vajdasági küldöttség járt Baden-Württemberg tartományban. A találkozó fő témája a két tartomány közötti parlamenti és gazdasági együttműködés fejlesztése volt. Baden-Württemberg tartomány képviselőivel tárgyalt a vajdasági delegáció. Németország legfejlettebb tartománya tapasztalatával segíthet az előcsatlakozási alapok sikeres lehívásában. Fontos, hogy infrastruktúra fejlesztésben, vasút, közút, vízi közlekedés vonatkozásában, környezetvédelem tekintetében, a Ferenc csatorna tisztítása vonatkozásában és egyéb más projektekben olyan pályázási alapdokumentációt tudjunk előkészíteni, amely sikeresen tud versenyt futni, és ide tudjuk húzni ezeket a pénzeket. Különböző projektumok vonatkozásában szükség lehet a fejlesztési bank előfinanszírozására is. Topolyán, Kishegyesen, Kanizsán, Bácson, Apatinban, Törökbecsén, Pecsén, hogy lehetne úgy szennyvíztisztítókat építeni német technológiával, ebből a tartományból származó technológiával, hogy ennek a költségeit, ennek a finanszírozását, ha nem is 100%-ban, de túlnyomó többségben az unió állja. A tárgyaláson szó esett arról is, hogy a tartomány támogatja Szerbia Európai Uniós törekvéseit. A két regionális parlament a Duna stratégiában is együttműködésre számít. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége az Újfalu és a Palicshelyi Közösségben alakít ki közösen hatalmi többséget. Tárgyaltak a nemzeti tanácsokról szóló törvényről is.
A Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége több éves szünet után tárgyalt ismét az együttműködésről szabadkai szinten. Maglay Jenő, a VMS szabadkai elnöke elmondta, ahol lehet, közösen alakítanak ki hatalmi többséget. A vajdasági szociáldemokrata liga is a potenciális partnerek között szerepelt. Azért van a legracionálisabb és a legcélszerűbb, hogyha a helyi, illetve a vajdasági pártok alakították volna ki a többséget ezekben a helyi közösségben, ahol ők kapták a legtöbb mandátumot is, de úgy látszik, hogy a harmadik lehetséges partner a vajdasági szociáldemokrata liga másképp gondolkodik is. Ezekből a lehetőségből kilépett, úgyhogy akkor valószínűleg valami más formában fog felállni ott a helyi közösségben a többség. A VMS és a VHDS tárgyalt a nemzeti tanácsokról szóló törvényről és a szabadkai önkormányzat munkájáról is. A VMS és a VHDS találkozóján megállapították, hasznos lenne a magyar és a horvát nemzeti tanács között is szorosabb együttműködés is. Ma kezdődött az iratkozás a középiskolákban. A végleges ranglistákat csak ma tette közzé az Oktatási Minisztérium. Az első körben azok a diákok jelentkezhetnek, akik elégedettek azzal a helyel, ahova bekerültek. A többiek a második körben csütörtökön pályázhatnak a fennmaradó helyekre. Szabadka 8 középiskolájában az idén 1916 diák iratkozhatott be. Legtöbben 472-en az Iván Szárics Műszaki Iskolában tanulhatnak. Itt az idén magyar nyelven is indítottak mechatronikai kísérleti szakot, amely már az első körben megtelt. 17 tagozatot terveztünk, 7-et magyar tannyelven és 10-et szernyelven. 472 tanulót terveztünk, ebből 409-en iratkoztak be az első körben. Reméljük, hogy még egy pár diák beiratkozik hozzánk a második körbe, hát a többit valószínűleg majd ismétlőkkel fogjuk föltölteni. A második legnépszerűbb iskola a diákok között Szabadkán a Szvetozár Márkovics gimnázium. Itt magyar nyelven 90-en tanulhatnak. Az előző évektől eltérően az idén társadalmi tagozatra magasabb pontszám kellett a bejutáshoz, mint a természeti matematikai irányzatra. A magyar osztályokban nem maradt üres hely, úgy szintén a szerb osztályokban is az előre látott diákok száma megtelt, csak a horvát osztályokban maradt 8 hely. A szabadkai középiskolákban mintegy 400 hely maradt szabadon. A négy éves szakok nagy része megtelt, így a második körben iratkozók már csak a három éves szakok közül válogathatnak. Az előzetes felvételi eredmények alapján a Magyar Nemzeti Tanács elégedett a felsőoktatási intézményekbe bejutott magyar hallgatók számával. Lengyel László, az MNT felsőoktatási ügyekkel megbízott tanácsosa elmondta, néhány eddig a magyarok által alul reprezentált szak esetében megnőtt az érdeklődés. A nem hivatalos felvételi eredmények alapján folytatódott az a tendencia, miszerint a magyar diákok többsége azokba a szerbiai felsőoktatási intézményekbe jelentkezik, ahol a képzés nyelve teljes egészében vagy részben magyar. Terveztük azt, hogy mindenféleképpen szeretnénk megnövelni a bejutott diákok számát, hát a bejutott diákok száma növekedett, tehát azt a célt elértük. Az eddigi adatok alapján 449 magyar diák jutott be valamely szerbiai felsőoktatási intézménybe. Az MNT jövőbeni tervei között szerepel a hiányszakok nagyobb összeggel való támogatása. Tovább kell majd gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet a könnyebben munkát adó hiányszakokat tovább motiválni. Az idén is a legtöbben 127 diák a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolára jutott be. Az Újvidéki Egyetem további két kara, a közgazdasági és a mezőgazdasági szintén népszerű volt. 42-42 magyar diák került be állami költségvetésre. Felkészülten várják a CMH irodák azokat a leendő egyetemistákat, akik megpályázzák a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíj programját.
július 15-től pályázhatják meg az első éves hallgatók az MNT által kiírt ösztöndíjat. A lakóhelyükhöz legközelebb eső CMH iroda munkatársainak segítségével kell kitölteniük a jelentkezési űrlapot. A pályázóknak magukkal kell hozni az igazolást arról, hogy valamelyik felsőoktatási intézménybe fölvételt nyertek államilag támogatott képzésre, azután az elmúlt középiskolás bizonyítványokat, illetve a diplomát, illetve hogy feliratkoztak a magyar választói névjegyzékre, ezt is be kell hozni az eredetit is, illetve egy fénymásolatot, és itt is természetesen mi fogjuk díjmentesen hitelesíteni a fénymásolatot. Valamint az anyakönyvi kivonatnak a fénymásolatát kellene még, hogy magukkal hozzák. Havonta 120, 130, 140, illetve 150 euró dinár ellenértékű támogatásban részesülhetnek a 2011-2012-es tanév gulyái közül azok, akik állami költségvetésre jutottak be valamely szerbiai felsőoktatási intézménybe. Nem csak annak számít, aki mondjuk nem a lakóhelyén tanul, hanem aki elköltözik mondjuk Újvidékre, persze nekik is nagyon sokat számít. A pályázat teljes szövege és az űrlap az MNT honlapjáról a www.mnt.org.rs oldalról tölthető le, a kitöltött íveket szintén a CMH irodák gyűjtik össze. Kishegyes községben eddig a parcellák 80%-áról aratták le a kenyérgabonát a termelők. Hektáronként átlagosan 5-6 tonna búza termett. Kishegyes községben becslések szerint 4500 hektár területen vetettek búzát a termelők. A kenyérgabona betakarítása várhatóan a hétvégére fejeződhet be. A hozamok jobbak a tavainál, de eltérő termés eredmények lettek. Az átlag hozam lehet, hogy 5 és 6 tonna között fog mozogni. Ez megint olyan hasonló a helyzet, mint a területtel, hogy nehéz megítelni, mint ahogy említettem is, sokan hazavitték, nem is mérték le, tehát csak felmérések alapján, de az igazság az, hogy 7 tonnát is többen elértek hektáronként. Egyelőre Kishegyesen is kivár a legtöbb gazda, nem értékesítik terményüket. Novemberben vagy decemberben mindig magasabb a búza ára, mint júliusban, ezért aki csak teheti a saját raktárában helyezi, a silókban, különböző tárolókban, akinek van erre lehetősége, kapacitása, és hát aki nem kényszerül arra, hogy esetleg azonnal eladja. Az árutartalékok országos szinten 100 000 tonna kenyérgabonát vásárol fel a gazdáktól. Azok a kishegyesi termelők, akik 20 dináros áron értékesítenék a terményeiket, az eladáshoz szükséges űrlapokat a mezőgazdasági megbízott irodájában igényelhetik. Szerbiában a vártnál kisebb kukoricahozamra lehet számítani a napokban tapasztalt magas hőmérséklet és csapadék hiány miatt, pedig az idén rekordmennyiségű kukoricatermésre számítottak a mezőgazdasági szakemberek. A csapadék hiány mellett a kukoricabogár is kárt tett a termésben, valamint a nagy mennyiségű műtrágya is árthat a növény további fejlődésének. Az említett hatások miatt valószínűleg a vártnál mintegy 10%-kal kevesebb termés lesz. Vajdaságban egyébként 730 ezer hektáron ültettek kukoricát az idén a tavalyi évhez képest mintegy 5%-kal nagyobb területen. Szerbiában a becslések szerint idén több málna terem, mint amennyi egész Európa szükséglete, vélik a hűtőházak üzemeltetőinek egyesületénél. Az ókontinensen 70 ezer tonna málna fogy évente. Szerbiában lehet, hogy idén 100 ezer tonnát takarítanak be a gazdák, a tavalyi termésből pedig még mindig 15 ezer tonna van raktáron. Az agrárilletékesek szerint nagy gond, hogy az országban fejletlen a feldolgozóipar. A málnának Szerbia egyik legjelentősebb mezőgazdasági termékének a felvásárlási ára egyébként az elmúlt 4 évtizedben nem volt ilyen alacsony, mint most. A gazdák szerint a jelenlegi ár mellett alig tudják fedezni a termési költségeket. Olasz tanácsadói konzorcium járt ma Magyar Kanizsán. Szerbia EU-s integrációjának a közelettével a községre is új lehetőségek és feladatok várnak majd. Magyar Kanizsa község már korábban aláírt egy együttműködési szerződést az olasz tanácsadói csoporttal. A delegáció elsődleges célja a község infrastruktúrális lehetőségeinek a feltérképezése volt. Most eljutottunk legalább addig a szintig, hogy ez az olasz küldöttség felmérje az önkormányzat, vagyis a községünk területén lévő infrastruktúrális hiányosságokat vagy igényeket, ez főleg a vízgazdálkodás területére vonatkozóan, másrészt pedig megnézzék, hogy az önkormányzat
önkormányzatnak, mint közigazgatási rendszernek, milyen kapacitásai vannak. A látogatást követően megkezdődhet a jövőbeli projektumok előkészítése is. A pályázatok során előnyjelentő tényezőkre helyezik a hangsúlyt. Úgy gondolom, hogy rövid távon mindenféleképpen az előkészületre lesz fektetve a legnagyobb hangsúly, legyen az akár az emberi erőforrás képzése és előkészítése ezekre a területekre, vagy legyen ez akár a technikai dokumentációk előkészítése és egyáltalán összeszedése. Amennyiben a látogatás során megfogalmazott tervek megvalósulnak, Szerbia pedig tagjelölté válik, Magyar Kanizsa község számára olasz támogatással közvetlenül elérhetővé válnak a brüsszeli források. A fogyatékkal élők információs akadálymentesítéséről és teljes körű tájékoztatásáról tartottak előadást Magyar Kanizsán a VMS helyi női fórumának szervezésében. A Budapesti Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetségének szakemberei magyarországi példákon keresztül mutatták be, hogyan lehet képességeiknek és szükségleteiknek megfelelően tájékoztatni a fogyatékkal élőket. Az érintett személyek a hozzájuk szóló, a róluk szóló információt egy olyan módszerrel fogják, vagy egy olyan módon fogják megkapni, amellyel nem lebutítjuk a szöveget, nem lebutítjuk az információ tartalmát, hanem másítjuk. Tehát az annyit jelent, hogy az ő képességeiknek és szükségleteinek megfelelően közöljük. A magyar turizmusfejlesztési koncepcióba utólag ugyan, de bekerült a fogyatékkal élőkkel való törődés is. Örömmel vettük észre, hogy az állami szervek az elkészült tervezetben egy külön pontban, a 7.4-esben tervezik ennek a hátrányos helyzetű embereknek a bevonását a mindenkori turizmusban, az idegenforgalomban hasonlóan, mint az egyéb többi állampolgárét is, és ez egy állami támogatást jelent majd. A magyar vendégek szorosabb kapcsolatok kialakítását tervezik a magyar kanizsaiakkal, annál is inkább, mivel a fogyatékkal élők problémái mindkét oldalon nagyon hasonlóak. Palicson megkezdődött a szennyvízhálózat kiépítése az Újvidéki úton és az Ifjúság utcában. A munkálatok több mint 7 millió dinárba kerülnek, ebből mintegy fél kilométeres szakasz készülhet el. A Palics Park Kft. Szerint a beruházásnak köszönhetően ezen a részen megoldódik az esővíz elvezetés és a környezetszennyezés is csökkenhet. A munkálatokat várhatóan augusztus végén fejezik be. Megtartotta alakuló ülését az Országos Kulturális Tanács. A parlament még május végén választotta meg tagjait, köztük Vicsek Károly filmrendezőt. A tanács alakuló ülése szeptember elején folytatódik, akkor választják meg az elnököt és az alelnököt. A testület feladata, hogy elemezze és véleményezze a szerbiai kulturális helyzetet, javaslatokat tegyen a kultúrpolitika alakítására és a kulturális tevékenységek fejlesztésére. Havonta egyszer ülésezik, mandátuma 5 évre szól. A héten rendezik meg Zentán a vajdasági magyar amatőr és diák színjátszók 4. táborát. A vasárnapig tartó rendezvény elsősorban a műkedvelő színjátszó csoportok részére biztosít képzést. Az idén több mint 50 résztvevője van a vajdasági magyar amatőr és diák színjátszók táborának. A tábor a kezdők és a tapasztalattal rendelkezők számára egyaránt nyitott. Jeleneteket készítenek, vannak, akik drámákból vettek ki különböző lelkiállapotú, nem tudom, például az egyik csoport csak szerelmes jelenetekkel foglalkozik, hát mi érdekelni ebben a korban ugye a fiatalokat, hanem a szerelem. A táborban az érdeklődési köröknek, illetve a korosztályoknak megfelelően 4 csoportot alakítottak ki, 3 színjátszó és 1 rendezői csoportot. A műhelyeket vajdasági és magyarországi művészek és drámatanárok vezetik. Rendezés miatt jöttem már eleve, hogy minél jobban tudjam elsajátítani a rendezésnek a technikáit, a mi voltát, és természetesen mi csoportvezető jobban tudjam irányítani a csoportomat is. A MAT, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség közös rendezvénye, helyszíne a Bolyai Gimnázium. A táborban tanultakat a csoportok vasárnap mutatják be a Zentai Művelődési Ház színház termében délután 1 órakor.
Egy hét múlva Szent Tamáson indul a Tanya Színház turnéja. A 26 állomást felelő vajdasági körutat megelőzően Kavillón tartják a Vízkereszt, vagy amit akartok darab bemutatóját. A Shakespeare művet Csiki Zsolt fiatal erdélyi rendező vitte színpadra, aki korábban színészként már játszott a Tanya Színházban. A turné utolsó állomása Törökfalu lesz, augusztus 15-én. A Tanya Színház színészei között vannak erdélyi és spártiumi színészek, újoncok és több éves tapasztalattal rendelkezők egyaránt. A Pannon híradó végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Az MNT tájékoztatási bizottsága és a kisebbségi frakcióhoz tartozó pártok is elfogadhatatlannak tartják a kisebbségi nyelven is tájékoztató helyi önkormányzati médiumok kivétel nélküli magánosítását. Ma kezdődött az iratkozás a középiskolákban, de a végleges ranglistákat is csak ma tette közzé az Oktatási Minisztérium. Kishegyesen már a parcellák 80%-áról learadták a búzát. Ezen a héten tartják a vajdasági magyar amatőr és diák színjátszók negyedik táborát Zentán. Holnapi interjúnk vendégek Nézi Péter Óbecse polgármestere. A nyár van idei első adásában a lekvár főzés rejtelmeibe pillanthatunk be, a Pannon gazdában pedig a sertéstenyésztés nehézségeiről tudhatunk meg többet. További tartalmas tévézést a Pannon TV műsora mellett.